Sziasztok! Üdvözletem minden Debrecenből! Most érkeztem az Áhonyi Sebessel, és hát a mai téma az az lesz, hogy a 108-as vonalnak a Debrecen Füzesabony, a régi nyomvonalát megpróbálom bejárni, már amennyire követhető. Utána pedig majd sötétedés után a fényjárműveket fogom majd videózni és fotózni. Ugye van két fényvillamos, meg van egy Mikulás trolli. Ez mai terv az ez, hogy majd ezeket sikerül elkapni. 16:54-kor indul az égnél térül a Mikulás trolli, hát azt el kell kapni. Hát addig oda kell érjek. Egyébként addig meg szabad program, majd fotózok, videózok, ami éppen jön. És már is egy fogás, éppen csak leszálltam a vonatról. Itt van az LTM-nek az egyik, aki ilyen mozdonya. És egyébként itt ott látszik a nagy állomás, háttérben a toronyházakkal, egy dezíró, illetve itt van egy másik, ami még nagy kerekibe fog menni. Hát ha az Iker Bézétben is találkoznánk, az lenne az igazi, de hát pedig utaztam már vele. És hát az mostanában tehát volt az, hogy a Bézék meg az Uzsdék mellett már dezírók is járnak nagy kerekibe. Ennyi fejlődés van errefele. A régi nyomvonal az valahol arrafele fog kiágazni, de majd átmegyek a túloldalra. Illetve meg veszek egy napi jegyet is, ott kezdődik, hogy szembe az állomásra lehet venni napi jegyet. Meg a Fornettisnél valami kaját, aztán utána indulok. És valahol ott fog kiágazni, egyébként térképen megvan, majd meg fogom nektek mutatni. Úgyhogy akkor hajrá, itt más már úgyse fog jönni. Szóval sziasztok, azért megérkeztem Debrecenbe, és ott a szemben lévő kajáldába vettem egy csirkebatyút, úgyhogy ez lesz most a reggeli. Aztán meg még veszek napi jegyet, aztán utána irányban alatt bejárni. Nézzétek, a napi jegyvásárlás az megvolt, úgyhogy a Debrecenféle eljegy az szintén itt van. Mondjuk hatalmas sor volt, most valószínűleg ma jár le a bérlet, és mindenki most akar venni. Tudom, ennek utána kellett volna nézni, hogy van-e a DKV-nak olyan lehetőség, hogy online megvenni egy napi jegyet, vagy telefonról. Na hát mindegy, majd legközelebb majd megnézem, aztán akkor már úgy fogom megvenni. És valahol errefele kell menni majd, azt mindjárt megnézem a térképet. Ugye ez a villamos remíz után van még, és ugye itt ez a villamos vágány, az már nem üzemi vonal, hanem a kocsi színbe kiálló villamosok használják, meg itt tudnak forgalomba állni, meg a kocsi színbe vissza. Megyünk tovább, aztán szerintem valahol arrafele lesz. Ugye megnézem a térképet, mert valahol itt ott ágazott ki a nagy állomásnak a vége fele. Az a nyomorban minket érdekel. És nézzétek, Debrecen állomáson is van egy konténerdarú. Hasonló van Békésebán is, amit úgy tudom, hogy sose használtak beüzemelése óta. Viszont a felújítás túlélte. Hát itt nem tudom mennyire, de itt valószínűleg többet használták. Látjátok, ezzel a nagy konténervonatokból ezzel gyorsan ki lehet pakolni, megfogja egyből a konténert, és gyakorlatilag így azon alá tudja lakni másik vasúti járműre, vagy akár közútira is. Egyébként itt sétálunk az állomás mellett valahol, és oldafele meg a villamos kocsi szín van, de nekünk erre kell jönni, mert kiágazás az valahol itt lesz. Már szerintem egy része már azóta be is épült, na közben meg elkezdett esni a hó, meg a nem eső, úgyhogy koszfoltos lencse az megint. Standard valószínűleg, hát én kiekszem mindig gyakrabban takarítani, de egyszerűen lehetetlenség folyamatosan, de hiába elindítom a felvételt, előtte letakarítom, következő másodpercben ráesik egy esőcsepp, vagy egy hószem, és már is ott van rajta a folt, úgyhogy ezzel nem tudok mit csinálni. Ez szépen össze van grafitizve ez a vonat, lehet, hogy azért is állították ezeket a vagonokat idefélve, hogy majd letakarítás után menjen vissza. Hát vagy már le vannak selejtezve, aztán már igazából minden mindegy nekik. Hát ezt nem tudom. Meg kell nekem megmutatni, milyen helyzet. Tehát ezen az úton kell tovább haladni, ott Ívelden, és akkor ott, ahol az a piros vonal mutatja, hogy ott volt a régi nyomvonal. Hát, nagy rész utcákon halad, úgyhogy be lehet ezt még járni. És az a kék ill, az vagyok én. Igen, sikerült már megtalálni majdnem, itt van a Trombitás utca. A buszmagállót is így hívják, ami mellett eljöttem, és következő kereszteződésnél kell letérni, és ott van, és nagyjából követi az utca a nyomvonalat. És úgy látom, hogy helyben vagyunk. Hát látjátok itt ezt az MD-motot, ha megnéztek, mert ez tuti, hogy már le van selejtezve. De ezen a vágányon, ami most így csonkába végződik, ott a vége, ez volt a kiágazás régebben, tehát ez volt a 108-as vonal, és így jött tovább itt. És
hát arra fel elnézitek, akkor az utca is ilyen ívesen fordul, tehát ott volt a vasútvonal. Ez szinte biztos. Mert mindjárt megnézem egy kicsit közelebb, hogy az aszfaltban esetleg látszik valami nyomban, nem hiszem. Szinte valahol itt mehetett a vágány egyenesen, de hát az aszfaltban nyoma nem látszik. Nyilván akkor aszfaltozták újra, amikor kiszedték innen a sineket. De itt nem látszik. És ennek pedig biztos, hogy itt jött valahol. Valahol itt ment az út mellett. Itt ment a vágány. És látjátok, tehát így jött a... Ott az MDM-otnak itt a folytatás, és akkor itt egy nagy ívben fordult. Errefele. Hát valahogy így jött, és úgy arra ment tovább itt az út mellett. De hát mindjárt menjünk tovább, de hát itt már semmi látható nyoma nincsen. Esetleg egy-két ilyen bazaltkövet lehetne találni az ágyazatból, de hát hogyha nem lenne itt hó, akkor lehet, hogy látnám is. Itt is érdekes, majd a korábbi fentről pontos képeket érdemes lehet megnézni, mert szerintem akkor nem volt beépítve ez a terület, de valahol itt vagy a járda, vagy pedig itt a járda meg az út közötti helyen ment a vasút. És itt is. Tehát valahol követhető, tehát vagy a járda helyén ment, vagy valahol itt. Csak lehet, hogy ennyire nem volt még beépülve ez a környék, vagy lehet, hogy az út valahogy arrébe. Nem tudom, hogy ezek... Azért van itt egy-két ház, amelyik új építésűnek tűnik, de nem mindegyik szerintem. Vagy hát nem tudom, ezt érdemes lenne megnézni, hogy mikortól volt beépülve ez a környék. De a vasút biztos, hogy itt ment. Tehát elértünk a Zelemér utca végéig. Igen, tényleg így hívják, Zelemér. És itt átment az úton a vasút, és arrafele folytatódott tovább. Valószínűleg itt volt egy biztosított átjáró is, annak talán még lehet valami nyoma. Bár nem hiszem, mert... De lehet, hogyha itt a fénysodompó volt, vagy tekerősodompó, akkor lehet, hogy... Nem tudom én, egy hajtó, ugye hoppá. Elment egy busz. Hát ez egy civil ismert, ez egy Volvo. Ilyenből Budapesten is van egy pár. Hát valahol itt jött a vasút. Így. Valószínűleg egyébként ez a kerítés is, hogy itt maga az utca is azért ilyen ügyes, mert szerintem itt jöhetett valahol. És mindjárt megpróbáljuk kideríteni, hogy valahogy hogy jött, de... Így, és akkor ott egyenesen. Itt valahogy átment. Nekem is valahogy át kell menni, a zebra nincsen, vagy valahogy megpróbálok átjutni a túloldalra. És onnan tovább folytatott, azt mondom, az Égner tér fele ment, ahol most a Toli pályaudvar van. Szóval, valahogy itt jött, és ezen az utcán ment tovább, ez legalábbis ezt mutatják. Valahogy így jött, és így fordult arra az utcára, és ott arra fele ment tovább, de majd mindjárt akkor követem a vonalat. Na, és ezt nézzétek. Ez az, ami nekem gyanús, hogy biztos, hogy itt jött, tehát itt jött a vasút, eddig valahogy. Így, és... Itt fordult rá erre az utcára, és jön tovább. Tehát valószínűleg akkor ez még nem volt leaszfaltozva, itt földült volt, és itt az úton mentek a sinek. És ott a háttérben látszik is az egyik a következő ívesen, és a kerítés is ilyen ívesen van, tehát biztos, hogy errefele jött a vasút. És hát a térkép is azt mutatja, hogy itt állok most a vágány helyén, legalábbis a volt vágányok helyén. Nézzük meg, hogy tehát arról jöttünk, és igen, és itt a járdák mellett, meg itt azért még némi töltésmaradványt azért fel lehetett fedezni, még hogyha nagyon laposan is. Valószínűleg ott az a picit magasabban volt ott föl, tehát ott valószínűleg az a töltésből ennyi maradt. Hát aztán akkor kopik persze le folyamatosan. Meg nekem nyilván ugye magát a töltést azt nem dózerolták el, mert igazából minek felszedték amennyire lehetett az ágyazatot, meg a sineket, meg a talpákat, mert igazából ez volt a lényeges. Magát a töltést azt nem, mert minek. Az maximum később, hogyha valaki építkezni akart oda, vagy úda volt neki, akkor tette fel. De szerintem itt ment valahol, ez elég széles ez az út. De valószínűleg itt ment a vágány valahol a szélén. És ugye ez volt az ugyanígy a közútnak. Hát nem tudom. Vagy pedig ez a másik, tehát még ezt is el tudom képzelni. Másik lehetőség, és szerintem inkább ez lesz a nyertes megoldás, hogy itt, errefele ment a vonal, tehát talán még tudom, sokat segítene, hogyha mondjuk egy szelvénykövet találnék, viszont ez inkább hasonlít egy ilyen vasútvonal nyomvonal vezetésre, szerintem, tehát hiszem, inkább akkor itt ment. De a térképen ezt meg kell néznem mindjárt, hogy ez nem egy zsákutca, vagy hol vezet. Itt van ott egy, ott a villanypóznán egy utcatábla, ezt megnézem mindjárt közelebbről. Aha, Gyár utca. Ez pedig itt egy vasbetonaj kerítésbe, tehát lehet, hogy
szerintem nem járok rossz nyomon. És itt ment a töltés. Hát nem nyert, mert az egy zsák utca. Tehát itt ment valószínűleg akkor. Valószínűleg inkább ezen a részen mehetett. De az Elemér utcát írja, hogy azon megy végig. Na, ezt nézzétek. Tehát szerintem ez olyan, szerintem ez egy régi szelvénykő a vasút mellől. És akkor valahol itt mehetett. Járdan meg az út között, vagy akár az úton is rajta. De sajnos már lekapott róla minden, de ez... Szóval úgy néz ki, mint egy régi szelvénykő. És egyébként biztos már a térkép szerint is itt kellett valahol jönnie, és bele lehet látni itt jobban a tájban a vasutat. Ilyen, hogy menjünk tovább arrafele, és az égnál tél az már biztos pont lesz. Érdekes, hogy erről jöttünk, tehát vagy itt, vagy pedig itt az útnak a másik felébe lehetett a vasútvonal, de hát nehéz eldönteni, hogy tényleg nem esek, ahol ment, de van itt még egy érdekesség, mindjárt megmutatom. Ezt ilyen osztott, tehát ez, mert aztán villamosítva az a vonal nem volt már akkor se, de térvilágító oszlopok ezek lehettek. Tehát, még az égnertén mellett volt valahol a kisállomás, az nem tudom, hogy most közel vagyunk-e hozzá, vagy még nem, de itt is van egy pár ilyen oszlop. Virágos, és ami még lehetett, az, hogy régi villamosvonal, a Danyos felsőzi tartó oszlop, de itt a térkép az, hogy egy Debrecennek az egyvágányú felszedett vonalait, az jelöli a térkép. És most megnéztem, hogy erdefele nem jelöl semmit, tehát valószínűleg akkor itt villamos nem volt. Hát, vagy volt, nem teljes a térkép, tehát az lehet, hogy ezek egy villamos vonal ment, és akkor annak a felső vezetékének a tartószapai volt, mert ott is van egy ugyanilyen oszlop, egy picivel arrébb. És akkor lassan megérkeztem ide, tehát onnan jött a vasút, és ez már az egykori kis állomás, a Debrecen vásártérnek a néhelye. Itt ez a betonkerítés is még az állomáshoz tartozott. Ugye ezek a házak is még akkor megvoltak, ezek a korabeli képeken látszanak, és amikor itt még vágányok vannak, hogy ezek itt vannak. És itt volt maga az állomás, valahol lefele, legalábbis a vágányok azok itt voltak, az állomás pedig valahol errefele. Hát az épületet azt 1999-ben bontották le, de vasútállomások pontul most is megnéztem, van még róla a fénykép, és még videó is van, amikor még működött, az Beski András, önök a YouTube csatornáján megtalálható. Még az utolsó napjaiban a régi nyomvonalnak még videóztak itt. Valahol erre lehetett az egykori vásártér, esett kis állomás. És látjátok, most itt trolli terminál van. Hát itt van a trolli pályaudvar. De nyilván hagyományos buszok is vannak itt. És éppen ott indul ki egy trolli. És valahol itt volt az állomás. Pontosan nem lehet tudni, és még ott írják, hogy egy távíró pózna az még volt itt, ami az emlékét őrizte, de már azt is kiszedték, viszont egy vasodálmásra.hu még egy vasbeton aljat írnak, ami itt az egyik fatövében van itt a parkolónál. Hát azt megpróbálom megkeresni, hát ha sikerül. Ha egyáltalán megvan még, mert az is egy 6 éves kép. Igen, itt van. Ennyi maradt az egykori vasútból. Egy betonaj. A térkép szerint a vasút az itt ment ennek az épületnek a helyén. Tehát leginkább itt már mellette lévő utcán tudom majd követni. De itt következő kereszteződésig egy olyan szakaszon megy, ami már beépült. Tehát itt biztos nem találok semmit. De itt lehet a legjobban követni, hogyha itt ezen az utcán, ami itthon ezen elindulok, és megyek arrafele tovább. Tehát látjátok, az székvezet az volt ott az Égnál térnél, és annak a helyén jött a vasút, és nagyjából most ezen a járdán, ahol most vagyok, itt lehet, mert hogyha megnézitek a térképet, mutatja, és itt a mellettünk van a Tesco, és a Tesco mögött kanyarodik balra. Tehát ott lesz még egy szakasz, ahol úgy látom, hogy nincs utca, utána viszont megint egy... Ott átmegy a kórházon keresztül, tehát a kórházakon is szárnyal. És egyébként ezért is helyezték át a nyomvonalat a városon kívülre, mert ezzel indokolták, hogy közel van a kórházhoz, meg itt magán meg hogy benőtte a város, és már zavarja a lakókat. Hát aztán abban a videóban is mondják, ami az áthelyezésre szólt, hogy
hogy előbb-utóbb arra fele fog a város teljeszkedni, tehát ugyanaz lesz a probléma. Hát ez nem tudom mennyire jött be ott Tocóvölgynél. És itt vagyunk a kórháznál, tehát a vasút az meg onnan jött arról. Csak közben ide épült a kórház, akkor még csak a szélén ment el, és errefele ment tovább itt valahol. Hát itt se sok nyoma van már neki, de errefele kell menni. És szerintem itt jött a vágány tovább. Ezen a szakaszon ez a kánkás nagyon gyanús. Hát sok látható nyoma már nincsen, majd a Füredi útnál ott talán még ott a tekerősorompónak, hogy maradványai megvannak, de ennyi. Na, ezt nézzétek, haladunk tovább, és itt már szerintem a régi töltésre épült a bicikli út, úgyhogy itt legalább már könnyebb lesz követni. És közben megérkeztünk a Füredi utcához. Itt jött régen a vasút valahol, ezen a környéken. És itt volt egy sorompós átjáró, ez még Beske András videójában látszik is. Hát úgy látom, hogy nyoma az már nincsen. Na hát annó valahol itt lehetett az átkelő. És itt volt egy rendes csapódutas tekerő sorompós, hát maradványai már nincsenek. Azért gyanús nekem, hogy itt ment a vágány, mert ott van egy bicikliút, azt meg valószínűleg a vágány helyére építették. Hát akkor ezt nézzétek, szerintem itt ment a vasút ezen az úton, mert legalábbis nagyon gyanús, hát vagy pedig itt valahol mellette. Itt már Vezér utcán vagyunk. És szerintem ott ment tovább, és ott hamarosan becsatlakozott a mostani vonalba. Aminek itt már valamennyire látszik, mert itt a vasúti átkelő már itt van. Ott van a háttérben a vasúti átkelő, mert nem nagyon látszik, de egy fénysorompós átjáró van ott. És itt a patak mellett van egy fut, és szerintem ez követi a nyomvonalat. Én megpróbálom ezt bejárni, mert térkép is úgy jelöli, hogy itt vége az útnak, és de szerintem ez lesz az. Ez a földút, hát valameddig elmegyek rajta. Ezt nézzétek a térkép szerint, itt volt a vasút, és lehet is benne valami vasúti töltés. És hallgassátok! Közel van a nagy vasút is. Most ment el épp egy vonat. Látok, azt szerintem ez volt a vasúti töltés egyébként. És még nyomai már nincsenek, hogy itt valaha vonat jár. De valahol itt fordult rá a másik vasútvonal mellé. És az egykori vasúti töltés helye. Hát itt egyenesen kellene tovább menni, de itt egy kerítés. De eddig lehet, bár itt az ösvény, ez folytatódik még. Hát ki tudja. De itt egyenesen kell tovább menni, viszont eddig ki tudjuk kerülni. Akkor viszont irányelve. Igen. Hát akkor erre. És az ott már a nagy vasút. Aha, már na ezt közelebbről megnézem, aha. Ez már az üzemelő vasútvonal. És itt volt a becsatlakozás, na azt akkor fölmegyek, megnézem, hogy maradt-e belőle valami. És akkor itt vagyunk a 108-as új nyomvonalánál. A becsatlakozás az valahol még arrább volt, egy picit majd még akkor előré megyek és ezt megnézem. És egyébként itt van ez a kis patak, vagy nem tudom micsoda, amiföl itt átmegy a vasút. És azon az ösvényen tudtam ide kijönni. Egyébként a tájat is érdemes volt már ezért kijönni. És egyébként arra megy tovább Debrecen fele a vonal. És akkor ugye megnézem, hát ebben most ment el egy vonat, úgyhogy valószínűleg egy darabig nem fog jönni másik. Szerintem a menetrendet megnézem. És akkor ugye még a túloldalra is átmegyek. És megvan. Itt volt a töltés, és itt volt. Hát itt csatlakozott be a mostani nyomvonalra. Tehát mutatom. Itt volt a töltés, és akkor itt. És eddig épült ki a 1991-ben az új nyomvonal. A régi az itt jött, és itt eddig tartott. És volt még egy Debrecen-Kertváros nevű állomás, amit nem találtam meg, és hát ugye nyomai már nincsenek, nagyjából lehetett tudni, hogy hol volt. Ugye ott a Füredi utcánál, ahol mutattam, ott volt egy teljes sorompó, és annak a közelében volt. Tehát azt már arról az állomásról kezelték. És hát ennyi. Ja, na és Tocóvölgy állomásban akkoriban 1995 mint interlágozási állomás épült, de úgy, hogy az akkor még nagyon a semmi közepére. Az később épült be a környéke. Hát azt már abban a videóban is ott mondják, hogy hát ez itt ki van a semmi közepén, nem fog ide senki kijönni átszállni. Hát az úgy is lett, de a videóban is elmondja, hogy később ugyanúgy be fog épülni.
És akkor majd ugyanott leszünk megint, ahol a part szakad, hogy benn van a házak között a vasútvonal, és akkor emiatt helyezték át. Hát, viszont meg az az előnye is, hogy a videó is elhangzik, hogy hát ugye hát a, hogy közel ment a kórházhoz, és akkor az már zavaró volt, de, hát, de pont az is volt az egyik előnye, hogy a kórházhoz meg közel volt, tehát ott leszállt az ember a vonatról, és akkor egyből már nagyon majdnem ott volt a kórházban. Nem kellett annyit még pluszba átszállással még közlekedni. Hát hogy ez most jó volt, vagy nem volt jó, hogy áthelyezték, hát azt mindenki döntse el maga. Ez ott belterületen ment, azért elég rendesen azt is láttad, amikor nem is voltak annyira beépülve. És nem volt megálló hely, csak az Égner téren, ott a kis állomás, meg ugye a Kertváros máshol nem volt. Tehát lehet, hogy ami a zavaró volt, hogy te elmennek a vonatok, de nem állnak meg. Tehát a lakókat biztos, hogy valamennyire zavartó, hogy ott van, bár ugye, ahogy mondani szokták, a vasút volt ott elő, nem a lakók. Majdnem mindenhol így van. Hát most, hogy jön-e vonat, vagy nem, azt tudom, mert a vonatról nem jelzett vonatot. Úgyhogy valószínűleg nem fog, viszont itt elég sok hely van itt a sinek mellett, és úgyhogy vissza tudok sétálni. Egészen ott a vasúti átkelőig vissza tudok menni. És onnan meg már ki tudok menni az útra. És ott van, szóval a 14-es busz, ha jól láttam, akkor az jön majd elbe, és akkor azzal még egyenesen vissza is tudok menni a nagy állomásra. Úgyhogy akkor ez a videó az nagyjából ez ennyi is lett volna. Na, hát akkor ez a kis vonalbejárós videó az ennyi lett volna. Én kijöttem egy buszmagálóba, hát mindjárt jön egy 10Y-os, amivel be tudok menni a nagy állomásig. Elvileg egy-két perc is itt van, úgyhogy majd akkor azzal irányba fele. Úgyhogy sikerült bejárni, megtalálni a régi nyomvonalat, ahol becsatlakozott az a már meglévőbe. És hát itt ment mögöttünk, ezt meg viszont mutatom. Itt még jól látszik a nyomvonal. Régen itt jött a vasút, és egyébként megnéztem közben a videót is, ami még a régi nyomvonalon ment a vonat, és a kertvárosi megállás, most már tudom, hogy hol van, majd a videóba fogom vágni. De eljöttünk mellette, csak hát nem van belőle semmi. Úgyhogy nem csodálom, nem találtam meg, de most már tudom, hogy hol volt. És hát a vasútállomások ponton sem volt GPS koordináta róla. Úgyhogy ha minden igaz, akkor majd egy LMG-s Volvo fog jönni, hát meglátjuk. Meg néhány perc is itt kéne lennie. És egyébként ott van a távolban az átkelő, az már az újonnan épült nyomvonal, amit 1991-ben építettek. És hát közben esik a hó. Szintén. De úgy látom, hogy már jön is a busz, úgyhogy akkor megyek is. Tényleg, akkor ennyi lett volna ez a videó. Hát köszönöm, hogy megnéztétek. Sziasztok!